Hát amikor látjunk fényeket, ez még nem bizonyíték, hogy ez egy valamilyen lelki eredmény, mert annyi sok minden tud történni, meg az elmébe, meg tudnak lenni fények, szóval nem meditáció, nem attól áll, hogy fények, hanem hogyha én jó meditálok, akkor a körülmények, hogyha van nehéz körülmények körülöttem, válság, háború, szenvedések, engem nem befolyásolja, én nem vagyok boldogtalan. Természetesen érzékenyek maradunk a másokra, akik szenvednek, de minket ez nem zavar. Szóval a jó meditáció ez az. Igazából, amikor nem meditálunk, akkor változik a mi szemlélet a világgal szemben. Ez az egyik. Aztán a többi, a legjobb meditációban nem próbálni látni valamit, hanem próbálni figyelni a hangvibrációra, és akkor csak vibrálni, és nem próbál kifacsarni, hogy fényeket, rezgéseket, vibrációk, az lehet, hogy jön, de ez nem lelki, ez csak valamilyen testhatás lehet, ez minket nem kell, hogy elvigyen a figyelmünket. Igen, csak türelmesen csináljunk, és ha akarunk igazi lelki eredményeket, akkor kell egy mester hozzá, mert úgy magunktól nem tudjunk ezt megcsinálni, mert ez egy olyan bonyolult folyamat, hogy egyedül nem fog menni. Egyedül egy dolog fog menni, ami valameddig, valamilyen szintig, hogyha valaki énekel, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Akkor ember jól tud fejlődni, de ott is, ahhoz, hogy elérjen Isten iránti szeretetet, hogy legyen egy valós kapcsolat Istenen, az már lelki tanítómester meg itt is kell. Köszönjük szépen!